Az Európai Unió országait jóval váratlanabbul érte az energiaválság, mint Magyarországot, mondta Kis Rajmund, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhely vezetője. Jogász-közgazdász végzettségű szakértőként nemzetközi diplomata volt Távol-Keleten és Európában is. A gazdasági diplomácia kiváló ismerője. A Magyarország 2010 óta folyamatosan az állami szektor növelte a gáztárolási kapacitását is, illetve egy közös tisztelet alapuló külpolitikát, külgazdasági politikát folytattunk a legnagyobb exportőrrel, Oroszországgal. Ráadásul ugye 2020. szeptember 27-én sikerült aláírni egy olyan szerződést a Gazprommal, ami 2035-ig biztosítja Magyarországnak a gáz ellátást, a földgáz ellátását. A fiatalok tehetséggondozásával foglalkozó alapítvány szakmai rendezvényei februárban is számos érdekes témával várják a pécsi közönséget, az érdeklődőket. A tavaszi szemeszter idején igyekeznek mindig felpörgetni rendezvényeiket a Pécsi Képzési Központ szervezői vezetője. Széles tapasztalata rendelkező szakmai gárdát hívnak el programjaikra. Február hónapban még készülünk egy ifjúságkutatást bemutató új könyvünkkel, Székely Levente vezetésével. Február 16-án elhívjuk Fanándort, aki szerintem mondhatom, hogy a nemzet egyik büszkesége a sportteljesítményét illetően. Erről fog velünk megosztani majd különféle gondolatokat és tapasztalatokat. Szó lesz még a közösségi médiáról egy amerikai kutatóval. Érkezik egy tókiói nagykövetés Palanovics Norbert személyében, valamint Demko Attila biztonságpolitikai szakértő is előadást tart az MCC-ben Pécsen.